Jó estét kívánok! Ma kizárólag a 20. század egyik legjelentősebb történészeként tartanánk nyilván, ha nem sodródik a politikába. De Hóman Bálint tudományos munkássága mellett politikai szerepet is vállalt. Több kormányban is volt vallás és közoktatási miniszter. A személyre vetik, hogy részt vette a zsidó törvények kidolgozásában és elfogadásában, a Népbíróság 1946-ban, azért ítélte életfogytiglani tartó szabadságvesztésre, mert Hóman tagja volt a Szovjetunió hadba lépését 1940 nyarán megszavazó kormánynak. A kiváló történész ezért mind a mai napig megosztja a magyar közéletet. Nem kaphatott szobrot, például Székesfehérvárot, és a Magyar Tudományos Akadémia sem vette vissza tagjai közé. Mai adásunkban Hóman Bálintról beszélgetünk meghívott vendégeinkkel, Újvári Gábor és Cinner történészekkel, valamint Horváth Zsolt nyugállományú tanácsvezető bíróval, de ismerjük meg mai vendégeinket egy picit részletesebben. Újvári Gábor történész. Felsőfokú tanulmányait az Ötvös Lórán Tudományegyetemen Egyetemen végezte, magyar nyelv és irodalom, történelem, valamint levéltárszakon. Jelenleg a Kodolányi János Emlékezetpolitikai és Történetírás kutatóintézet Intézet történetírás kutató tanszékének vezetője, valamint a Veritas Történet Kutató Intézet portikori kutatócsoportjának vezetője. Cinner Tibor történész, egyetemi oktató, az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlás részletes, tudományos közzétevője. Dolgozott az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársaként, majd a Veritas Történetkutatóintézet kutatócsoport vezetőjeként. Nevéhez számos tanulmány, publikáció és könyv fűződik. Horváth tanácsvezető bíró. 1977-től dolgozott az igazságügyben, majd 1979-től bíróként látta el feladatait. Dolgozott az igazságügyi minisztériumban és a Tatabányai Városi Bíróság elnökeként, majd a fővárosi törvényszéken. 2015-ös nyugdíjazásakor a fővárosi törvényszék csoportvezető bírója, elnöki bíró. Szintén ebben az évben volt Homan Bálint rehabilitációs perének bírája. Rögtön egy kurta helyreigazítással kezdjük. 1941-ben volt az a kormányülés, amely miatt Hóman Bálintot elítélték, ugye a hatba döntő kormányülés. És vendégeimtől először azt kérdezem, hogy, hogy néhány mondattal tudják-e jellemezni Hóman Bálintot a saját szakterületükön? Népbíróság, történész, bíró, kezdjük Újvári Gáborral. Hát ha röviden kellene jellemezni, azt mondhatnám, hogy egy kiváló szaktörténész volt, mint máig a legnagyobb magyar középkorászok között tartják számon, annak ellenére, hogy nyilvánvaló, hogy a nagyszabású vállalkozás, amit nagyon sokan ismernek, az 1928 és 1934 között megjelent hóman szegfű tehát a Hóman bálint és Szegfű-Gyula által írt kezdetben 8, majd 5 kötetben megjelent összefoglaló magyar történet, középkori részeit írva, számos olyan állítása van, amit már megcáfolt a magyar történettudomány, vagy pedig részben módosított. De ez az akkori idők szellemének és az akkori modernitásnak megfelelően írt munka volt. Én azt mondanám még, hogy politikusként is, mint szakpolitikus, nagyra értékelhetjük a tevékenységét, hiszen Kleberzwerk kulturális politikájának a kiváló folytatója volt. Amikor viszont a nagy politikába keveredett, akkor sajnos hibás döntéseket is hozott, amelyek végül ehhez a népbírósági perhez vezettek, amelynek 1946-ban zajlott és 2015-ben volt a felülvizsgálata. És ugye a felülvizsgálat miatt van itt Horváth Zsolt. Ön hogy ismerte meg ebben a perben, vagy talán már előtte is Hóman Bálintot? Mit gondol most róla, hogy jellemezné? Én középiskolás koromban találkoztam először a Hóman szegfűként elhíresült munkával. Ez abban az időben nem volt egy túlságosan támogatott mű, de hát azért jobb helyeken meg volt, tehát nekem is a kezembe került, és akkor találkoztam vele először. Nem gondoltam volna, hogy még egyszer ennél sokkal alaposabban megismerem az ő tevékenységét. Amikor ezt az ügyet kiosztották rám, akkor hát neki kellett esni a rendelkezésre álló történelmi munkáknak, hogy valamilyen szinten újra képbe kerüljek Hóman Bálint tekintetében. Amit Újvári Gábor elmondott, az a teljes mértékben egyetértek a leg számomra legfontosabb dolognak azt tűnt és tűnik ma is, hogy megosztó egyéniség, annak ellenére, hogy egy kiváló történész és egy kiváló szakember olyan indulatokat kavar ma is, amelyeknek egy jó része nyilvánvalóan nem érthető, vagy nem teljes mértékben érthető, de a történészi munkáját azt mindenképpen el kell, vagy el kellene ismerni. pedig oly módon, hogy a egy országos tanácsa bele is írta a másodfokú ítéletbe, na nem így, de én most plastikusan mondom, hogy azért nem akasztottuk fel, mert egy kiváló történész és egy kiváló tudós. Cziner Tibor. Hát én mint legidősebb a három jelenlévőből, én ezzel kezdem, hogy számomra egy 1000 forintos ember volt, mert annak idején 1000 forintért lehetett megkapni feketin, pult alól az antikváriumokban az ötkötetes Hómann szegfűt, tehát nekem a találkozásom a Győri Antikváriumban indult Hómannal. És amikor most azt mondom, hogy történészként, jogtörténészként foglalkoztam vele, akkor számomra egyért volt egy fantasztikus figura. Itt a kollégák a történészi mi voltjáról beszéltek inkább. Én azt mondom, hogy politikusként számomra azért volt megdöbbentő az ő egész pályafutása, hogy volt egy ember Magyarországon aki a német megszállást követően a Gauleiternek, az országot vezető birodalmi megbízottnak, Edmund Wiesemeyernek levelet írt, és elhatárolódott mindattól, amit Németország 44. március 19-én Magyarországgal szemben elkövetett. Számomra ez valami olyan politikai lépés volt, még ha súlyában nem is azonos egy Bajcsi Zsilinszkijével, aki még a, akár az életét is áldozta volna, de ha belegondolunk abba, hogy egy német megszállással szemben egy politikus mi mit engedett meg magának, annak a tudományos reputációnak a birtokában, és annak az erkölcsi magasságnak a birtokában, aminek ő részese volt, szerintem egy fantasztikus dolog volt. Na hát van miről beszélnünk akkor, van kiről beszélnünk akkor, mielőtt teljesen belemélyülünk ebbe a beszélgetésbe, ismerjük meg magát Hóman Bálintot, és egy kicsit közelebbről. Hóman Bálint 1885. december 29-én született Budapesten. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán 23 éves korában doktorált. Tudományos munkásságát történettel kezdte. Első, máig alapvető művei ebben a témában jelentek meg. Történeti kutatásának fő területe a magyar őstörténet, és még inkább az Árpád kor volt. Tudományos munkáját a források sokoldalú felhasználása jellemezte. Legjelentősebb műve a Szegfű Gyulával együtt jegyzett hat kötetes magyar történet, melynek első három kötetét ő írta. 1922-ben a Magyar Nemzeti Múzeumba került, ahol a múzeum könyvtárának az Országos Széchenyi Könyvtárnak lett az igazgatója, majd később őt nevezték ki a múzeum élére. Főigazgatóként kapta meg az akadémiai tagságot és a korvinkoszorút. A gömbös és darányi kormányban, majd a teleki, bárdosi és kállai kormányban a vallás és közoktatásügyi miniszter. Részt vett a zsidó törvények parlamenti előkészítésében és a Magyarország gyűlés tagjaival együtt meg is szavazta őket. Kormánytagsága mellett Székesfehérvár országgyűlési képviselője volt. Bár a 30-as években a német barát politika híve volt, mégis Magyarország német megszállása ellen egyedüliként 1945-ben letartóztatták, majd koncepciós perben életfogytillani fegyházra ítélték. Akadémiai tagságától is megfosztották. A Váci fegyházban érte a halál 1951-ben. 1951-ben a Váci Fegyházban éri a halál. Cinner Tibortól kérdezem most, hogy először talán ezt a népbírósági ítéletet nézzük meg egy kicsit közelebbről. Először is komolyan lehet -e venni az 1945 után népbírósági ítéleteket, mert egyrészt igen, hiszen ennek nyomán felakasztottak és börtönbe zártak embereket, de komolyan vehetők-e a vádak és az ítéletek? Én azt hiszem, hogy az alapvető probléma mindig ott van, hogy a bíróságra háromlik, vagy hárul mindig annak a kihirdetése, ha úgy tetszik, rá kell harapni valamire a monogramot, amiért nem a bíróság felel. Ugyanis azok a népbírósági perek, amelyek 1989-90 követően a legfelső bíróságon, akár törvényességóvás, akár felülvizsgálati eljárás, vagy a fővárosi törvényszéken perújítást követően tárgyaltak voltak, valamennyiében tulajdonképpen nem is a bíróság került ismételten górcső alá, hanem az a politikai nyomozói tevékenység, amely korlátlanul a maga eszköztárával, a fizikai kényszertől a lelki kényszeren át, a dokumentumok sajátos töredékes válogatásán keresztül a legkülönbözőbb módon érdektelenné vált a tényekkel szemben. Már pedig egy bíróság, ugye tudjuk, hogy tények alapján ítél. Ez volt az érem egyik oldala. Tehát a nyomozati tevékenység, ami a negatívum oldalán felül. A másik, maga az a jogszabály, amelyek az úgynevezett 45. évi 7. törvény, ami négy miniszterelnöki rendelet törvényerő emeléséről szólt. Hát ennek van például az első paragrafus, ami a háborús bűnösségről szól. Nem tudok jobb szót mondani, Gábor is ezt a fogalmat szokta használni, hogy gumi vagy keret megfogalmazás, ami korlátlan lehetőséget biztosított a bíróság számára, hogy azzal szemben alkalmazza, akivel akarja. Csak egy fél mondat, ezt a jogszabályt 1994. januárjában, mint alkotmányellenes utólagos normakontrollal az alkotmánybíróság meg is semmisítette. Na most, ha ennen indulunk ki, hogy volt egy olyan nyomozati anyag, ami rendkívül szelektív volt, volt egy olyan jogszabály, ami alapján vele szemben el lehetett járni akár első, akár másod és ráadásul addigra már az összes nagy kibankosló kivé kivéve a kezdve, ugye főbűnös perek lezajlottak Magyarország belétve szálasi kivégzését is. A, ugye egy nappal később végzik ki a Hómater tárgyalásának megkezdését követően a szállási kormány további tagjait. Tehát azt lehet mondani, hogy a megtorlásnak a folyamata végig megy. A társadalomnak, a közvéleménynek egyfajta felkészítése zajlik. Hóman esetében viszont az egész ellenforradalmi rendszert, mint olyat beleértve a nyilas mozgalmat, ültették a vádlottnak padjára, a kultúrpolitikának a meghatározó személyiségében, függetlenül attól, hogy egyetlen egy ilyen cselekményét nem vették figyelembe. Hogy mit tett? valójában, mert amit tett volna, azt a kommunista párt valósította meg, elképző a nyolc osztályos iskolától a népi kollégiumok létrehozásáig, hadd ne folytassam. Mert hogy ez egyébként Hóman Bálintnak a programja, tehát ez a szakpolitikusi programja, amit egyébként említett a Bújvári Gábor? Már mint a nyolcosztályos népiskola igen. is? Igen, igen, tehát ez már Klebersbergnek is elképzelése volt, 1926-tól él a levegőben ez a program, de végül Homan Bálint tudja megvalósítani, 1940-ben hoznak erről törvényt, fokozatosan szeretnék bevezetni, 8 év alatt és ennek megfelelően meg azért is, mert közben jött a második világháború, nem tudták teljes egészében megvalósítani 1945-ig, de 1945-ben egy rendelettel intézkedtek erről, akkor már nem népiskolának, hanem általános iskolának nevezve ezt az intézményt. A másik, amire utalt Tibor, a népi kollégiumok, ez pedig szintén Human uh, nevéhez köthető, hiszen az első népi kollégium, amit az ősének tekintenek a... Nékosznak, ami egy kifejezetten 45 utáni mozgalom volt, elsősorban kommunista támogatással a népi fiatalok, népi tehetségek fülemelése. Nos, hát az első népi kollégiumot 1939-ben Human támogatásával hozzák létre, ez a bolyai kollégium a későbbi györfi kollégium, amelyben egyébként már ebben az időben, a 40-es évek elején jó részt kommunista fiatalok vannak, és itt hozzá kell tennem még azt is, hogy Humannak, mivel igen erős szociális érzéke volt, abban is nagy szerepe van, hogy ezeket a népi tehetségeket felemeljék, hiszen a 30-as évek végétől egy olyan program indul, amely évente 500-600 elsősorban szegény paraszti részben munkásszármazású fiatalt főiskolai, illetve középiskolai tanulmányaiban támogat ezzel szolgálva azt, hogy ezeket a tehetséges fiatalokat beemelje a középosztályba, ezzel is fölfrissítve a középosztályt. Hozzá kell tennem persze még egy dolgot, ez a zsidó törvényekkel párhuzamosan zajlik, tehát részben azt is célozza, hogy az értelmiségi állásokból kikerülő zsidók helyét pótolja, de nem csak ezt, hanem azt is, hogy frissítse a középosztályt. Önök történészként mit tudnak mondani arról, hogy, hogy miért 25 esztendővel a rendszerváltoztatás után születik meg egy ítélet, és majd itt Horváth Zsoltot rögtön bekapcsoljuk a beszélgetésbe, tehát hogy miért nem történik meg ez rögtön 89-90-ben, 91-92, tehát valamikor a rendszerváltoztatás környékén. Human Bálint ügye sikkat, vagy nem fér bele egyik kategóriába sem? Én figyel? úgy gondolom, hogy itt két oldalról lehet megközelíteni a témát. Az egyik a maga Magyar Tudományos Akadémia, aminek az akkori elnöke Kosári Domokos az első pillanattól kezdve Huma rehabilitáció mellett tör láncsát, mint ahogy védő is annak idején a népbírósági perbe. Szegfű, Gyulával együtt egyet. pontosan, az a, És az a az is hozzátehető, hogy azzal a Szegfűvel, akinek zsidó volt a felesége, aki emiatt húma megszakítja a kapcsolatot. És azon a napon, amikor Szegfő átadja Moszkvában a követi megbízó levelét, azért meg, az a levél megérkezik a bíróságra, amiben kiáll tulajdonképpen human bálint mellett. A másik, amiről itt feltétlen beszélni kell, hogy miért nem. Tehát az akadémia, ahogy tetszik, vakvágányra kerül, minden alkalommal felmerül a dolog, ez egy hosszas történet. Tehát kosári domokos elnökként szeretné, de az akadémia testületei visszautasítja. Így van. Uh -huh. Aztán van egy szituáció, amiben a Gáborra részesek voltunk. Székely György az akadémia, egy osztályvezetője, létrehozna egy human emlékülést. Nem a rehabilitáció a célja, közelítsük meg a humani életművet. Az egyik kollega beszél a könyvtárosról, a másik a muzeológusról, a madik a történészről, tehát fel van parcellázva. És bizony a történettudomány intézetben, ahol ez a vita volt, hát maradjunk annyiban, hogy az a politikai törésvonal, ami a társadalmat mind a mai napig humanak a kérdésében hát tetten érhető ebben, és látható ez ott tökéletesen megjelent. Egy évszámot hallhatnánk? 2001 vagy 2005, mm. nem tudom. De... 2001 talán. 2001 ben volt ez, ez. már 11 2 évvel a rendszerváltoztatás Pontosan, után. Pontosan, de azt kell tennem, hogy human ügyében volt kezdeményezés. Egyszer lerúgták a pályáról, hogy egészen finoman fogalmazzak. Az igazságszolgáltatás menetében érdekes módon a rehabilitációs folyamat a semmiségi törvényektől eltekintve amelyek ugye 56-ra, illetve 45-63 közötti politikai, vagy a 63-89 közöttiekre vonatkozott, a háború és bűnök kérdésében nem született semmiségi törvény. Kizárólag a legfelső bíróságnak volt egy lehetősége, ameddig be nem vezették a felülvizsgálatot, az újra törvényességi óvás keretében, vagy rendkívüli perorvoslat keretében. Na most ebben a műfajban első van a Horti statisztikarnak a pereit tárgyalták újra azoknak a tábornokokak, beleértve jáni Usztávod is többek között, akik tényleg ártatlanul lettek elítélve. De a bíróságnak mindig volt egy kulcsmondata. A bírósági ítélet tartalmát a jogkérdés vizsgálja, az illető történészi tevékenysége szakkérdésben nem hajlandó nyilatkozni, ez a történészek feladata. úgy tetszik, lerúgta a pályáról a labdát. Na most valójában a Hóman esetében erre durván kellett várni 2015-ig, még végül a bíróság ugyanennek a annak a mentén, de már megvolt a lehetőség a hivatkozásra, hogy ebben a kérdésben tiszta vizet öntsön a pohárba. No, hát akkor és itt kapcsolódik be Zsolt akkor bíróként Mennyi ideig kellett tárgyalni ezt az ügyet? Ez az ügy 2014. júniusa- májusa körül érkezett a bíróságra. Én az első tárgyalást 2014. október 6-án tartottam ebben És mikor a, lett meg az ítélet? Ügyben. 2015. március elején született Na, meg az ítélet. Mit tudott mondani? Ugye nagyon érdekes, 1946-ban van egy népbírósági ítélet, nyilván ezt a népbírósági ítéletet kellett elővennie. Mit tudott mondani erről az ítéletről, a megalapozottságáról, a tényanyagáról? Ezt az ítéletet egy teljesen speciális eljárás a perújítás keretében kellett megvizsgálni, ami azt jelentette, hogy az ítélőtábla döntött abban a kérdésben, hogy van-e perújítási ok, vagy nincs perújítási ok. Az ítélő tábla úgy állást, hogy van perújítási ok. Mi volt az indokuk? Az indok az volt, hogy Hóman Bálint, és hát a többi miniszter, itt Hóman Bálint az érdekes, hiszen ő szerepel az ügyben vádlottként, tudattartalma mit fogott át a hatban állás megállapításával kapcsolatban. Tehát nem lehet a perúításnál, kizárólag arra a tényre lehet a peruitást lefolytatni, amire elrendelik a perúítást. Nekem nem volt arra lehetőségem, hogy meghallgassam újra a tanukat, bárkit meghallgassak, hiszen nagy valószínűséggel ezek közül már senki nem él. Egyedül ezt a mondjuk így, hogy jogkérdést kellett vizsgálni, mégpedig minden oldalról, és hát itt kapcsolódok ahhoz, amit Czinnert Tibor elmondott, én is beleírtam az ítéletbe azt a bizonyos mondatot, hogy a bíróságnak nem az a dolga, hogy Hóman Bálint személyét, mint politikus történészt, közéleti embert megítélje, hanem az a dolga, hogy abban a kérdésben döntsön, hogy fennáll ez a perújítási ok, vagy nem áll fenn. Úgy foglaltam állást, úgy foglaltunk állást, mert tanácsban jártam el, hogy ez a perúítási ok fennáll, tehát az ő tudattartalma, mert itt arról volt, hogy ez csak szándékosan elkövethető bűncselekmény. Nyilvánvaló, hogy abban a szituációban, amiben a összeült június 26-án a kormányülés, bár nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, hiszen ennek az egyik legnagyobb problématikája az, hogy nincs meg az eredeti kormányülés jegyzőkönyv. Tudomásom szerint, ha jól emlékszem, kettő hiányzik, a június 23-ai, amikor a diplomáciai kapcsolatot megszakították a Szovjetunióval, a 26-ai, amikor azt kellett volna rögzíteni, hogy a kormánytagok közül ki hogyan foglalt állást abban a kérdésben, hogy most akkor hadban állunk, nem állunk hadban, még az is kérdéses, hogy Bárdosi László miniszterelnök mikor és hogyan adta elő a Hortival folytatott megbeszélésétől. Horti közölt, hogy hatban állunk, tehát ez nem a semmi köze nem volt a ö, minisztertanásnak ehhez. Horti döntött a hatbanállásról, megtörtént a hatban állás. A népírósági ítéletet véleményezni kellett valamilyen mértékben? A népbírósági ítéletnek nyilvánvalóan azt a részét kellett elsősorban ö, alá venni, ami a hatban állással <coughs> volt kapcsolatos. Ez az ítélet a, az akkorét, tehát az 1946-os állapotoknak megfelelő, csak hat tegyem hozzá, amit Cinnár Tibor elmondott, hogy mennyire irányított dolgok voltak. A human <coughs> ítéletben egy Major Robert nevezetű ügyésznek, aki az ügyészség sajtóosztályát vezette, egy hétoldalas, politikai összefoglalója volt, ami tulajdonképpen esetenként szinte szó szerint bekerült az első fokú ítéletbe. Tehát, hogy gömböstől kezdve milyen tevékenységet folytattak a ellenforradalmi kormányok, és ebben hmm. hóman milyen módon vett részt. Igen, hát amint ugye Cziner Tibor mondott, hogy tulajdonképpen egy rendszert kellett elítélni, vagy egy rendszer kultúrpolitikáját kellett elítélni, mondjuk Lebersberg Kunóval együtt valószínűleg, hiszen hóman tovább az ő örökségét, de a tanúk egyébként ebben a perben kiállnak. Hóma mellett, ugye említettünk két tanút, Kosári domokost, akit rögtön hallhatunk egyébként, és Szegfű Gyulát. És a két tanú kiállt mellett, a többi tanú kiállt mellett a nébírósági perben? Hát ez a pernek az egyik érdekessége, hiszen nem csak a védelem tanúi álltak ki mellette, hanem a vád is. Igen. Egyetlen egy olyan ember volt, aki Hóman ellen tanúskodott, Súlyog Dezső, akinek korábban volt konfliktus a Hóman Bálinta, tehát ilyen szempontból talán érthető a dolog. Súlyog Dezsőnek a negatív hozzáállását azonban Hubai Kálmán, akire hivatkozott Súlyog Dezső, a nyilas Hubai Kálmán, tulajdonképpen megcáfolta. Az összes többi tanú súlyokon kívül, mint Hóman mellett tanúskodott, Mind azt mondták, hogy rendkívül toleráns volt, megtűrt maga mellett olyan embereket, akik egyébként teljesen más politikai vonalon álltak, mint ők. A zsidó származásúakat nem rakadtak ki azokból az intézményekből, amelyeknek a főnöke volt, és így tovább. Érdekes volt, hogy több zsidó tanú is mellette szólalt meg. A két legfontosabb talán Baher Bodrog Pál, aki egyébként osztálytársa volt a gimnáziumban, és a zsidó kulturális élet vezetője volt a két világháború közötti időszakban, vagy egyik vezetője többek között a Goldmar teremnek a létrehozója, ahova a zsidó művészek, a zsidó törvények után visszamonulhattak előadásokat, tarthattak. Ezeket az előadásokat, mint Bacher Bordog pálvalomásából kiderül, részben Hóman is támogatta. A másik fontos tanú pedig Valdapfel Feleszter volt, aki Hóman tanítványa volt, és aki nagyon pozitívan nyilatkozott meg Hohmannal szemben. Az a Valda Feleszter, aki később a pártállami időkben komoly pozíciókat töltött be, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgató helyettese is volt. No, ígértem, hogy Kosári Domokos is megszólal az adásban, hát most megszólal, mert hogy Kosári Domokos személyesen ismerte Human Bálintot, két történészről van szó, a Duna Televízió Szellem órája című műsorában így nyilatkozott Kosári Domokos történész professzor Human Bálintról. Első ilyen történetpolitikai eszét 30-ban írta, amikor még Hitler nem volt uralmon, amiből azt derül ki, hogy ő ugye a német hatalmat annak Reményében tartotta nagyra, hogy valami módon nek, mi támaszkodhatunk a németekre. Na most eleinte támaszkodni próbált, majd pedig egyre inkább fél tőle. Én személyes beszélgetések alapján nyugodtan tanúsíthatom. Neki az volt az álláspontja, és ezért nem örülte a kállai politikának, mert úgy gondolta, hogy ha mi euh, provokáljuk a németeket, vagy olyan lépéseket teszünk, amely a németekkel szemben, való állásfoglalást jelez, akkor a németek megrohannak, leszállnak, megszállnak, tönkretesznek, szétzilálják az országot. Ezt írásban is kifejtette több alkalommal, Viszont amikor ez bekövetkezett, tényleg ez a német megszállás 44. március 19-én, akkor a németek hiába fordultak hozzá, nem volt hajlandó semmiféle kooperációra, semmit nem volt hajlandó, bár elítélte a német megszállás szóban és írásban, és mindazokat az embertelenségeket is elítélte, amelyek a német megszállást követték, és ahol lehetett, a hozzáfordulóknak igyekezett segíteni. Ezt én személyes emlékből pontosan tudom tanúsítani. De akkor most nincs más hátra, mint hogy a Tudományos Akadémiáról beszéljünk, az elnökét, volt elnökét hallhattuk beszélni, aki hiába indította el um, Hóman Bálint a kapcsolatban a folyamatot, ez valahogy megtorpant mégis. 2015-ben megszületett egy ítélet. Nem erre az ítéletre váltak véletlenül a Tudományos Akadémiánál? Hogy ez az ítélet megszülesse már, mint a felmentő ítélet? Vagy mintha lett volna ilyen valamikor a 90-es évek elején? 1994-ben amikor az akadémia egy állásfoglalást adott ki arról, kosári kérésére egyébként, hogy addig, amíg Hóman Bálint törvényes ítélettel bűnösnek számít, Addig nem lehetőt az akadémia tagjai sorába visszavenni, ami érthető is, hiszen büntetett előéletű ember nyilvánvalóan nem lehet a legfontosabb tudományos testületnek a tagja. Szóval ez a rókafogta csuka esete, és itt hozzá kell tennem, hogy nem csak kosári domokos szorgalmazta a rehabilitálását, hanem az ő utódag Lac Ferenc is, aki már a 70-es évek egyébként. végén viszonylag tárgyilagosan, sőt, egészen tárgyilagosan írt Hóman Bárintról, és az akkori megítélése az nagyjából napjainkban is vállalható lenne, amit ő akkor leírt. Ennek ellenére az akadémia 2015-ös felülvizsgálat után sem vette vissza a tagjai sorában, sorában Hóman Bálintot, erről hosszas viták folytak az akadémián belül is, amit én annyiban nem igazán értek, hogy tudományos érdemei alapján feltétlenül ott lenne a helye. És hogyha a politikai hozzáállását nézzük, azt, hogy valóban védkes intézkedésekhez adta a nevét, nagyon komoly ballépései voltak, akkor erre azt tudom mondani, hogy ilyen alapon elfogadhatatlan lenne az, hogy Andi Cserzsévet, Nemes Dezső, Molnár Erik, Fogarasi Béla, és sorolhatnám tovább a neveket, ne adj Isten Nagyimre, akik azért nagyon komoly szerepet játszottak a rákosi korszak, majd a kádár korszak megalapításában és megalapozásában is ideológiai színezetében is, azok mind máig az akadémia tagjai, még Gerő Ernőnek is csak felfüggesztették a tagságát, tehát nem zárták ki az akadémiából. Hóman Bálintot pedig politikai okok miatt nem vették vissza. Tehát ezt ö, nehezen ö, tudom jó magam megérteni. Gerő Ger er Ger Ernő is felfüggesztett, hogy de akadémikus tulajdonképpen? Igen, tulajdonképpen csak fel van függesztve, szemben a human <laughs> aki ki van zárva. És el van távolítva. Most a hóman <laughs> ügyben, ráadásul van egy pikáns dolog. Hómat az akadémia nem után, azután zárta ki, hogy a népbíróság elítélte hanem azt megelőzően. Tehát nem, nem tudok másképpen fogalmazni, nem egyfajta kvázi büntetésként kapta azt, hogy ha már elítéltünk, akkor nem lesz az akadémia tagja, hanem jóval azt megelőzően. És mégis a ebhez kötötték a úgy karót, vagy a karó az, ebet, és még egy mondat, ami nagyon fontos, kosári domokosnál, és itt másnál is. A Teleki Intézet köztudottan anglofil és a háborúból való kilépés irányába nagyon fontos lépéseket tett. Mindenki tudta. Hóman Bálint is tudta. És elfordította a fejét, holott meg lett volna a lehetősége arra, hogy azokkal az emberekkel szemmel, akik tényleg szó szerint másként gondolkodnak, fellépjen, vagy másokat arra ilyen Eszébe nem jutott. Bíró úr, ezekkel találkozott, ezekkel a tényekkel nyilván az ítélkezés során. Természetesen. Az az igazság, hogy az egész népbíróság ítélkezés egy borzasztó nagy probléma halmaz. Ugyan a Alkotmánybíróság 1994-ben kettő kivételével az összes jogszabályt, ami még hatályban maradt a, a népírósági törvényekből hatályon kívül helyezte, jövőre nézve történő hatállyal. Tehát visszamenőlegesen, és ezzel sajnos nem oldotta meg a problémát, nem mondta azt, hogy kérem szépen, akkor most az összes ilyen ügyet felül lehet vizsgálni, és azt lehet mondani, meg kell nézni nyilván mert Egészen biztosan voltak olyanok is, akiket nem alaptalanul ítéltek el, de ez nem történt meg, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ezeknek az ügyeknek a jövőbeni esetleges lezárása vagy törvényességi vagy felülvizsgálattal, vagy pedig perúítása lehetséges, de a perúítás egy annyira szűk körű dolog, hogy nem feltétlenül biztos, hogy ilyet sok ügyben meg lehet tenni, tehát hogy Hóman ügyében meg lehet tenni nagy valószínűséggel. Az megint egy nagy kérdés, hogy mely ügyek kerülhetnek vagy kerülnek elő ezek közül majd most már a Kúria gondozásában. Hát igen, mert azért azt el kell mondanunk, hogy eltelt a rendszerváltoztatás óta 30 esztendő, és ugye az események óta megeltett 75 esztendő, 70-75 esztendő, tehát már a gyerekek, unokák és már a dédunokák intézik lassanként ezeket az ügyeket, és a társadalomnak ebben mégis van valami felelőssége kimondani az igazságot. Hát főleg azok után van, vagy kellene kimondani, hogy Magyarországon 45 februárja és 88 nyara között jogerősítélettel 1234 embert fosztottak meg az életétől. Ebből a 910, tehát azt lehet mondani, a háromnegyede politikai jogból. És ezen a háromnegyeden belül 361 ember van, aki a 45. évi 7. törvény, vagy az abba foglalt korábbi kormányrendeletek, vagy miniszterelnöki rendeletek alapján lett az életétől megfosztva. Ezek közül nagyon soknak már visszaadták a becsületét. Hogy említettem korábban Jánikusztávot Gusztávot, mondhatnám, volt a Jantalt a katonák közül, tehát nagyon sok személy, de Páter Zadra Istvánt is, vagy Kóri Endrét, tehát egy csomó politikust is. Én csak amíg a legfelsőbbet dolgoztam, legalább 500 ilyen ügy jött be a legfelsőbb bíróságra, ahol valamennyi esetben a legfelsőbb bíróságnak hatályon kívül helyet kell helyezni a korábban hozott első és másodfokú ítéletet, vagy új eljárásra visszaadni a fővárosi bíróságnak, mert akkor még az volt neve, ott pedig az eljárás megszüntették, mert lévén az illető korábban meghalt, vagy maga a legfelső bíróság mondta ki, hogy az illetők ártatlanok voltak. Na most, ugye, amiről itt a Zsolt beszél, tényleg szembe kellene velünk nézni. Nem a politika nyelvével, nem úgy, hogy megint a társadalom megosztó jellegével, hanem aggiász Tényleg Tényleg perjük ki azt, ami nem oda való. És aki megérdemelte, az nyugodtan maradjon meg a társadalomnak a megvetése, mert tényleg elkövettek olyan cselekményeket, de nagyon sok ember esetében bizony nem állnak meg azok a tények, amelyek később az indoklási részekben bizony szerepelnek. Hát egyrészt nem állnak meg a tények, másrészt meg azért azt tapasztaljuk, hogy ezek előjönnek a mostani politikai vitákban, tehát például Donát György szoboravatása, szobor állítása kapcsán, az akkori a népbírósági ítéletből idéztek tulajdonképpen a különböző újságcikkekben, mint ahogy Hómannál is ez történik. Miközben ez a népbírósági ítélet, ez hát, ahogy most elmondtuk, erősen megkérdőjelezhető. Horváth Zsolt számított-e arra, hogy esetleg a Magyar Tudományos Akadémia az ítélet nyomán valamilyen módon majd rendezi hohmann Bárintak az akadémikusi sorsát, vagy ez nem volt benne akkora gondolataiban? Ez nem volt, de utóbb nyilvánvaló én is olvasván a különböző vitákat a sajtóorgánumokban. Végig gondoltam ezt az egészet, hogy valóban úgy tűnik, mintha az akadémia arra várt volna, hogy a Hóman ügyben mi történik, tehát hogy megtörténik-e a felmentése, vagy nem történik meg, és ha megtörténik a felmentés, akkor én úgy éreztem, hogy az akadémiának tulajdonképpen lépnie kellett volna, de aztán, amikor egy kicsit jobban beleástam magam az egészbe, akkor rájöttem, hogy itt... Eh, hogy Tibor utalt rá, itt egészen más törésvonalak mellett működtek ezek a dolgok. Tehát eh, annak, hogy Humannak milyen volt a, a, a tudományos élető, mit tett le az asztalra, mint tudós, ez itt úgy tűnik, hogy semmiféle módon nem eh, került ekkor már szóba. Ez érdekes, ugye egy könyvet írtak egyébként, Újvári Gábor szerkesztette, de ha jól sejtem, akkor Horváth Zsold és Cinnert is írt benne fejezeteket. Ez most júniusban jön ki, ugye? Most a könyvfétre jelenik meg ez a kötet. A teljes népbírósági peranyagot tartalmazza mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárást. Ezen kívül a 2015-ös újratárgyalásról is szó van. Emellett egy nagyon gazdag, százoldalas életrajzi kronológia egészíti ezt ki, illetve tanulmányok Horváth Zsoltól, Cinner Tibortól, Susa Évától, aki homannak a földi maradványait a, ö, meghatározta a Váci Raptemetőben, még 2001-ben. Tehát egy 650 oldalas kötet lesz, ami nem csak magára a perre, hanem részben human életére is kitekint nagyon gazdag jegyzetanyaggal. Hát akkor még szeretnék az ellenállásra kitérni egy kicsit, mert azért Cinner Tibor mondott egy-két érdekes dolgot arról, hogy, hogy ír a birodalom, a német birodalom magyarországi képviselőnek egy levelet, hogy hát ezt azért nem kellene. Hát ez elég nagy bátorság, azt hiszem, miközben egyébként a könyvet szeretettel ajánljuk az akadémia figyelmébe is. Én azt kell, hogy mondjam, a Humannak ez a tette, ez példanélküli a magyar politikai eléten belül. Amikor ellenállásról beszélünk, akkor erre gondol? Én, vagy nem, van én egyértelműen arra gondoltam, amikor a teleki intézet, amelyik human felhatóság alatt van, kosáritól kezdve, bendán át, tehát egy csomó olyan ember dolgozik ott, akik egyértelműen a német vonallal szembe vannak, akik számára mindaz, ami 44. március 19-ét követte, beleértve a holokauszt, endőzünk, és így tovább. Elfogadhatatlan, és ami a döbbenetes, hogy annak ellenére, ugye Gábor itt beszélt a zsidómentésben bejelentöltött szerepéről, annak ellenére, hogy Hóma nem hiszi el, hogy mi van az Auschwitz jegyzőkönyvekben, mert fel se tételezi ezt a német barbárságot, ami van. Ennek ellenére akit tud, ment, akin tud, segít, ő maga mentesítési kérelmeket ő, ír, fogalmaz meg. Tehát én úgy gondolom, hogy itt két emberről kellene beszélni, Hómanról, a hivatásos politikusról, Hómanról, az emberről, és ami a legfontosabb volna, a Hohmannról, a szakemberről. Hát ebből a három ez sajnos a politika világában és a mindennapok világában oly mértékig keveredett össze, hogy mi ott tartunk, ahol ma vagyunk. Hát ugye ezt el mondani ilyenkor, hogy a, hogy a politikai rendszerváltoztatáshoz hat hónap kell, a gazdasági rendszerváltoztatáshoz hat év, a ez meg hatvan év, és most már fél időben vagyunk, úgyhogy reménykedhetünk, hogy ez is megtörténik. Önök milyen javaslatot tennének le az akadémiának, vagy azért vegyük azt is, hogy szoborállítás ügyben például. A szoborállítás ügyében én azt gondolom, hogy minden társaságnak, minden egyes embernek, minden egyesületnek joga van arról szobrot állítani, akiről szeretne, kivéve, ha tényleg köztörvényes bűnözőkről, vagy ne Isten háborús bűnösökről van szó. A szobor szoborállítás kicsit azért volt szerencsétlen, ugye 2015 végén szerették volna Székesfehérvárot felállítani a szobrát, mivel nem közadakozásból készült ez a szobor, hanem állami pénzből, és nem a legjobb időpontban tervezték ezt. Tehát én azt gondolnám, hogyha a civil kezdeményezésre összeadnak pénzt, hogy Homan Bálintnak szobra legyen, olyan területen, amit mindenki elfogad, vagy a legtöbben elfogadnak, akkor ezt mindenképpen akceptálni kellene. Az akadémiának pedig nem nekünk kellene üzenni, hiszen nem vagyunk mi arra hivatottak, én is csak a saját magánvéleményemet fejeztem ki az imént, de egyetértek Cinner Tiborral, tehát az a. Human aki a teleki Intézet elnöke volt, megakadályozhatta volna azt, miközben tudott arról, hogy ott hamis papírokat gyártanak 44-ben. Az a Human Bálint, aki zsidók sokaságát mentette, annak ellenére, hogy tényleg antiszemita volt. Persze, más volt az akkori antiszemitizmus, mint a mai, de ebben nem csak Human Bálintra utalhatnánk, hanem Mester Miklósra vagy Makai Jánosra, akik a abban a korban nagyon ismert és neves politikusok voltak, ne adj Isten még báró kemény Gáborra is a nyilas kormányból, aki szintén mentett zsidókat. Tehát soha nem fekete-fehér a történelem, és tudomásul kellene vennünk azt is, amit Human Bálint olyan szépen megfogalmazott, hogy a történelem a múlt politikája, a jelen pedig a jövő története. És hát ezt a történetet írjuk most mindannyian egyébként a mai napokban is, 2019-ben is. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és hogy elmondták mindezt, amit hallhatunk. Kedves nézőink, önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, valamint követhetnek minket a Facebookon is, és nézze neki a könyvfétre, Human Bálintról megjelenik egy könyv. Az Ez itt a kérdés következő adásában Ferenc pápa erdélyi látogatásával foglalkozunk. Vajon milyen jelentőséggel bír ez a történelmi esemény? Mi áll a járjunk együtt motto mögött? milyen üzenetet közvetít látogatásával a Szent erről beszélgetünk vendégeinkkel, Lukács László Piarista szerzetessel, dr. Csókai András agykutatóval és Böjte Csaba Ferences szerzetessel, aki helyről jelentkezik majd. Munkatársaink nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!